Nos, hát természetesen mindig akkor merül le a kamerám, amikor végre elhatározom, hogy most leülök videózni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a milyen júli, nem, augusztusi összegzésem lesz. Szóval, hát az augusztusom sem volt egy sokkal jobban termékenyebb hónap, úgymond olvasás terén, bár amúgy minden könyvet kb. Tök gyorsan kijön, nem csak az egyiket. Mindegy. Augusztus az ilyen romantikus vonat volt, mert mindegyik romantikus könyv volt, csak ez megint egy olyan hónap volt, amikor volt egy csomó más minden, amit akartam csinálni, per nem tudom, olvasás helyet csináltam, szóval hogy ez most ez ilyen, próbálok nem rá stresszelni, hogy úristen, nem olvasok eleget, mert azért olvasok, na. Úgyhogy nem húzom tovább, beszéljünk is róla, az egyik könyv már valószínűleg ismerős lesz, mert hogy erről beszéltem a júliusi összegzésemben is, ugyanis ez a Palacsinta éjfélkor Erdős Zsuzsannától és Király Annikótól, és ezt ugye majdnem befejeztem júliusban, de mármint ez így elég rosszul hangzik, mert azt jelenti, hogy csak kettő könyvet olvastam ki megint. Mindegy, elengedem ezt a dolgot. Ugye mondtam, hogy nagyon-nagyon imádom ezt a könyvet, és a végéig nagyon-nagyon imádtam, nagyon jókat nevettem rajta. Ugye itt a két főszereplőn két szempontból halad a sztori. Mátét és Mirát követjük, akik nem tudnak aludni a kollégiumban, és ilyen éjfél-hajnali órákban kimennek a konyhába, ott találkoznak, és elkezdenek együtt sütögetni. Csak hát ugye tinédzserekről beszélünk, középiskolásokról, és mindenféle dolgok is történnek még egyébként az életükben, mert éppen mindkettejüknek vannak családi dolgok is, amik bonyolítják a helyzetet, de egy nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, imádtam elejétől végéig, úgyhogy nagyon tudom ajánlani, mindenképp olvassátok el, nagyon jó, szerintem egy csomó ilyen olyan problémát is földolgoz, amit tiniknél főleg van, és utána később rájössz, hogy hülyeség az egész, de hogy amikor tini vagy, akkor nem látod. Szóval ez egy nagyon jó könyv volt, imádtam. Egyik kedvencem idén. Oké, szóval a következő könyv, amit befejeztem, az Annabel Monaghan-től volt, a Nora kilép a forgatókönyvből. Ez egy ilyen, ez szintén egy ilyen rövidke romantikus könyv volt, amiben egy egyedülálló anyukát követünk, akinek két gyereke van, és a férje az hát ilyen ingyen élő volt, és végül ott hagyta. Viszont ő ilyen romantikus filmeknek írja a forgatókönyvét, és megírja az egész, hát gyakorlatilag a szerelmi történetét, aminek egy ilyen, ugye nem boldog vége van, és ezt eladja sok pénzért, és akkor így kikerül az adósságból, és nagyon örülünk meg minden. Viszont a főszereplő, aki színész játsza a férjét ugye a filmben, ő hát valamilyen problémája van, és ezért fizet napi $1000, hogyha ott maradhat még, mert Norának egy ilyen nagyon hangulatos vidéki kis, hát gyakorlatilag majdnem kúriája van, ami ugye sok pénzt emész fel, mert hogy egy régi épület. És várható, mi lesz a története a könyvnek. Szóval összességében egyébként tetszett, meg jó volt, de a konfliktus. Nem az egyik legrosszabb konfliktus, amit valaha láttam, és valahol megértem, hogy miért történt, miért van valami logika mögötte, de előző este, mert azt írogatjátok egymásnak, hogy szeretitek egymást, és másnap a nő még rád is ír, hogy szia, és te azt ignorálod, mert azt hiszed, mert a fia azt mondta, hogy visszajött az apja, és szuper szerelmesek, és boldogok, és miért hiszed el, ha rád írt, hogy szia, te meg csesztél válaszolni. Ez pont az a szituáció, ahol ha megbeszéltétek volna, minden jó lett volna, és nem kellett volna fél évet. Szóval az ott egy kicsit ilyen, mikor kiderült, hogy mi volt a háttere a konfliktusnak, ott azt mondtam, hogy nem, ez nem. Tehát, amiről az egész könyv szólt, és elmondták 8 milliószor, hogy nem fog összejönni azzal a csávóval újra, tehát hogy még ezek után a faszi elhitte, mindegy, ez ilyen miért volt konkrétan. Tehát, amúgy tök jó, ilyen kis hangulatos lett volna a könyv, így egy egész tiszta mederben így folyt a sztori, de hát ugye mindig kell valami bonyolodalom, és miért pont ez lett a bonyolodalom, nem értem, de oké, jó, elfogadtam. Szóval egy ilyen, ez nekem inkább egy ilyen egyszerre lehetett olvasni, de olyan különösebben mély nyomot nem fog bennem hagyni, azon kívül, hogy miért ez volt a konfliktus, ami.
Na hát és a harmadik könyv, illetve hát utolsó könyv, amit befejeztem a hónapban, az Elie Wiesel volt a Sakmat, és erről egyébként láttam egy csomó ilyen negatívabb kritikát, ezért kicsit féltem olvasni, de hogy amúgy meg Elie Wiesel volt, de hogy amúgy meg ifjúsági, szóval így reménykedtem, hogy nem lesznek benne 18 pluszos jelenetek, és nem voltak, és én olyan happy voltam ettől, mint a világ. Úgyhogy ez egy nagyon jó könyv volt. Szóval Elie Wiesel volt, a téma az, hogy Mallory régen sakkozott, de aztán nem sakkozott, mert nem tudom mennyire spoiler elmondani, elég könnyen kitalálhatom, miért nem sakkozik többet, de mindegy. A lényeg, hogy utána már nem akart sakkozni, mert volt egy kis családi dráma belőle, vagy hát ő gondolta, hogy ebből van egy családi dráma inkább, viszont a barátnője elviszi egy sakkeseményre, ahol az aktuális világbajnokot egészen véletlenül egyébként legyőzi, és hát innentől így visszacsordogál szépen a sakkvilágába, de hogy ez így felszínre hozza a régi traumákat, problémákat. De egyébként egy annyira cuki sztori volt, és nagyon élveztem, és légy szíves, Elie Wiesel Wood, írjál még ifjúsági, nem explicit szexjelenetes könyveket, mert ezek is jók, és ezek még jobbak, mert nem kell olyanról olvasnom, amiről nem akarok. És technikailag történtek benne dolgok, de nem voltak részletezve, és nem voltak leírva, és pont csak így el voltak hintve, hogy ők amúgy ezt így csinálták, és én meg így voltam, hogy végre egy könyv, amiben így van megírva, és Elie Wiesel Wood. Köszönöm! Jaj, később. Jébe, benne volt nagyon könyvjelző. És egyébként ezt a könyvet viszont, hát mondjuk Elie Wiesel Woodot szerintem mindig gyorsan olvasok, de ezt is rekordidő alatt, mert volt egy oda-vissza 4-4 órás vonatutam, és pont kiolvastam annyi idő alatt ezt a könyvet, úgyhogy tökéletesen elég volt így az utazáshoz időzítve. Nagyon szerettem ezt a könyvet is, tök tetszett, tök éltem. És amúgy nagyon vicces volt, mert hogy ugye ebbe is van így a sakkolimpiáról szó, és utána egy random sétálok Pesten, és megláttam egy sakkolimpiás plakátot, hogy most itt lesz Pesten, vagy már volt, nem tudom. És így egy ilyen tök véletlen volt, mert pont addigra fejeztem be ezt a könyvet, úgyhogy ez egy ilyen, nem tudom, extra info mellé, fun fact. Szóval igen, Elie Wiesel Wood, léci, még olyat írhatsz nekem, amiben nincsen szex konkrétan, mert így nincsenek benne felesleges részek, amiket így átlapoznék, hogy haladjunk. És a konfliktusnak is volt benne értelme, és már mint úgy mondom, hogy amúgy lehetett volna rajta szemforgatni, mert ezeken amúgy mindig lehet, de hogy ahogyan úgy utána rájöttek, hogy ez tehát igazából az indoklás mögötte, hogy ki miért úgy reagált, ahogy, az szerintem teljesen jó alapot adott ahhoz, hogy ez így elfogadható legyen, úgyhogy ezt a könyvet is nagyon szerettem. Szóval igazából ez a három volt az augusztusi termelésem, és hát nem tudom, most így körülbelül ez a tempó, szóval ez a 2-3 könyv az, amit fixen tudok hozni. Szóval a június az egy ilyen kivétel volt a sokaságban. Meg képregények, úgyhogy az azért volt jobb. Igen, de a jó pont, hogy viszont csupa jó könyvet olvastam rá, kicsit merves vagyok, de hogy amúgy jó volt az is. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki augusztusban, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!